Szeretettel köszöntöm a falu lakosságát, a híveket ezen a különleges alkalmon, napon, Virágvasárnap. Ahogy tavaly is találkoztunk így a képernyőn keretén, képernyőben, minden szentek ünnepén, sajnos újra csak így tudunk találkozni. Nem tudjuk, hogy hogy lesz húsvétkor, semmi óra, nem számítottunk a szempontból, hogy hirtelen minden megnyílna, hirtelen minden szabaddal válna. Amikor a halottak napján beszéltem és a templomba találkoztunk a képernyőn keresztül, akkor többek között elmondtam, hogy a Minden Szentek fontosabb, mint a halottak napja. November 1 -e Minden Szentek ünnepe, magasabb rangú, mint a halottak napja, november 2-a. Akkor azt is elmondtam, hogy több szent is ábrázol van ebben a templomban, és elmondhatom, azóta gyarapodott a templomunk egy újabb Szentel, szent koronával a festményét egy helyi festőnő, lehet így nevezni egy fiatal 13 éves lány, jobbágy sára festette kérésemre. A festményen látható Szent Korona asszony, egy 16 éves fiatal asszony, aki a keresztény üldözés áldozatává vált, és a neve valami módon már akkor sugalta az, hogy a korona a járvány, akkor még koronajárvány nem volt, de azóta is a járványbetegségeknek a védőszentje és pátronuse. Ezért úgy éreztem, hogy jogos és illő, hogy a mi templomunkban Boromai Szent Károly mellett, aki szinte a járványbetegségek védőszentje, a másik szent, Szent Korona Asszony is jelen legyen festményével. Elmondhatom, hogy ez a festmény Kárpát a először készült el, ha lehet így nevezni. Ez a második festmény, amit rendeltem, az első, azt kiküldtük Bergamonba, Olaszországba, a bergamai kórháznak ajándékoztuk, ahol tudjuk, először volt tragikus módon látható a járványbetegségek következménye, a sok-sok halott. Sajnos november óta csak temetéseken találkozok újra hívekkel, karácsonk volt egy kis enyhült, enyhült, időszak, és utána újra bezárták a templomokat. Temetőbe járok, temetek, így találkozok az emberekkel, amelyek szomorú, és lehangoló tud lenni. Néha, hogy elhaladtam a temetőben lévő kereszt mellett, ami Nagy János alkotása, mindig felnéztem rá, és büszke volt a marad Nagy János, szobrászművész, Magyar Művészeti Akadémiának a tagja, itt, ide is, ebbe a faluba is ajándékozott egy keresztet, egy feszületet. Azon is elmélykedtem és gondolkodtam, hogy majd talán valamikor őt meghívom, ide köbölök útra mesélje el, miért hozta, mit ábrázol, hogyan, hiszen a falu lakosság alig tud róla valamit. Ebben a hónapban, március 18-án elhunyt, nem tudtuk már őt meghívni. Mindenképpen méltó és illő, hogy tudjunk valamit erről a feszületről is, ami szintén egy domináns helye a falunak, a temetődomnak. Úgy, ahogy a másik feszület is, amit van a templomunk előtt, 1783-ból származó feszület, habár megkorcsant, meg, megroppant, de mindig szép és kifejező. A gyárom a falut, sétálgatok estefele, kiárásíti tilalom keretén belül, több helyen is láttam megújított feszületeket, kereszteket. Sajnos a keresztútunk a, a szöllődombon még nincs felújítva, de oda is elsétálok, eljárok, az, hogy arra szeretném a híveket is buzdítani, bátorítani, hogy hamarosan itt lesz a nagy hét, nagy péntek, valamelyik közeli keresztet látogassunk el. Mondjuk el egy rövid imát, fejezzük ki hódolatunkat a keresztelőt. Ha ezt nem is tudjuk megtenni itt a templomban, ahogy azt a liturgia előírja. Majd következik nagy szombat, húsvét vasárnap a feltámadás, amit szintén egyedül otthon fog kell lennünk talán eltölteni. Valami módon úgy is mondhatnám, kicsit örülök is neki, hogy megvan ez a szorítás, a szorongatás, mert így jobban tudatosítjuk, hogy mit is jelent ünnepelni, hogyan kell ünnepelni, és milyen fontos a család. A család, hogy összefogjon és együtt ünnepeljenek. Isten azt parancsolta Mózes által, hogy a vasárnapot, az Isten napját szenteld meg. Akkor ez a szombat volt a zsidók számára, számunkra ez a vasárnap. Vasárnapot meg kell szentelni és ezt a megszentelést nem lehet megtiltani. Templomokat be lehet záratni, de attól a vasárnapot meg kell szentelni. És most a húsét vasárnap egy nagy kihívás valamennyi család számára, valamennyi keresztény számára, hogy ezt a vasárnapot meg kell ünnepelni. Szűk családi körben, de ünnepelni kell. Ez az Istennek a parancsolata. Ezért sem vagyok híve annak, hogy szentmiséket közvetítsünk rendszeresen, hiszen a szentmise lényege a közösség, együtt a hívek. És ha nincsenek itt a hívek együtt közösen, én csak így a televíziónak, kamerának szentmisét nem fogok bemutatni, nem tartom nagyon észszerűnek, és ezzel nem vagyok egyedül. De erről nem szeretnék többet beszélni. Kívánok mindenkinek nyugodt, békés, husvét ünnepeket. Valóban a család legyen együtt, tanuljanak meg ünnepelni, megünnepelni azt, hogy Krisztus feltámad, hogy van remény. A húsvétnak a titka, sokan talán nem is hisznek a feltámadásban, de nem is az a húsvét titka, hogy Krisztus feltámad, hanem az, hogy találtak egy üres sírt. Találtak valamit, ami hiányzik, egy üres sír. Ez volt az első jele a húsvétnak, egy üresség, egy hiányérzet. És ebből a hiányérzetből származott majd a húsvét öröme. Ha mi nem érezzük a hiány érzetünket, nem tudjuk tudatosítani, elfogadni a hiányt, és nem keresünk valamit, ami pótolja a hiányt, akkor nem tudunk feltámadni. Ezt kívánom mindenkinek, ha tudjon feltámadni. Valami tudjon a családban feltámadni, a megértés, a szeretet, a megbocsájtás, ezek az alapértékek támadjanak fel családjainkban. Még egy utolsó megjegyzés, szintén a húsvét ünnepköröz tartozik, miután az asszonyok elmentek az üres sírhoz, üres sírt találtak, visszajöttek, és az apostoloknak nagy örömmel elújságújták, Krisztus feltámadt. Persze a férfiak nem hittek a nőknek, már akkor sem, ha lehet így mondani. Mindenképpen bebizonyosodott, hogy igazuk lett. És amikor siettek a sírhoz Péter és János apostol, János volt a fiatalabb, a gyorsabb, előbb ért a sírhoz, ahogy olvassuk majd vasárnap, de nem ment be a sírba, hanem megvárta Pétert, az idős öregembert, öregedő embert, hogy elő ő menjen be először, és ő legyen az első szemtanúja annak, hogy mi történt. Innen származik a pápaságnak a, 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 története. Az első pápa az elsőség jogot élvezett akkor is és azóta is. És atyám, az, hogy manapság Mindenki mindent tud, mindenki mindent tudni akar. A Facebookon és az interneten mindenki mindent el akar olvasni, és mindenki siet, hogy gyorsan én legyek az első, aki felteszek egy fényképet egy autóbalesetről, egy tragédiáról, vagy egy politikai botrányról. És ki lesz a gyorsabb, ki lesz az első? Ez nem egy keresztény magatartás. A keresztény egyház, hogy fennáll 2000 év óta, és szilárdan áll, ez annak egyik következménye, hogy tiszteletben tartjuk az elsőbségi jogot. Péternek van elsőségi joga. Ezért János, az ügyesebb, a gyorsabb, megvárta az idősebbet. Nekünk is ezt kéne megtanulnunk, hogy várjuk meg a hivatalos személyeknek az állásfoglalását, és ne akarunk mi okosabbak lenni elöljárainktól. Ha hiányzik a tekintély a mai világban, ez épp annak a következménye. Nem tiszteljük a tekintélyt. János tisztelte Péter tekintélyét. Nekünk is tisztelnünk kell az előjárok tekintélyét, legyen az a falu, a járás, az ország, az egyház. Ehhez kérem Isten áldását, és ezért fog imádkozni most a húsvét ünnepekben. Mindenkinek kívánok áldott húsvét ünnepeket. Pohválem, hogy Jézus Krisztus. Tehát na dušičky, na sviatok všetkých svetých. Som vás tu pred obrazovkou z nášho kostola, Sv. Karla Boromejského. Teď som vám spomínal, že náš kostol má patrona Sv. Karla Boromejského. Okrem toho máme tu aj iných svetých vyobrazených, či už sú to malby alebo sochy. Môžem vám vzdielať radostnú správu. Máme o jedného svetého naviac. Máme tu svetú koronu. Je to zvláštny objav, zistilo sa, že v prvotných kresťanských cirkvách uctievali svetú koronu. A ja som na to prišiel a objavil na základe toho, že je tu koronavírus, tak som hľadal patronov, kto by nás mohol chrániť, ochráňovať pred vírusom, pred ochorením, pred pandémiou. A tak sme našli svetú koronu. Bola to mladá žena, vydatá, iba 16-ročná, ale čoskoro sa stala mučenicou. Prvé preto, že chránila, obhajovala práva kresťanov. Postavili sa na pravu na stranu slabších. Obhajovala sveto Viktora, ktorý chceli umučiť. Nakoniec aj ona sa stala mučenicou, ale dodnes ju uctievame. Je toho málo, toho obrazu. Tu v Strednej Európe viem iba o troch, štyroch kaplán, kaplnkách, kde ju uctievajú. Jeden malbu sme poslali do Bergamo, do Talianska, čo je tiež bola malovaný obraz, malovaný tiež tu na Slovensku. A teraz máme tu aj malbu od našej maliarky, mladej slečne Sára Jobádiová. Tak je ďakujeme za to, že nám darovala táto rodina malbu obraz do nášho kostola. Môžete prísť, ak bude kostol otvorený, aj sa modliť. Tak ako pred rokom sme oslávali Veľkú noc medzi uzav uzavretých kostoloch, kruhu rodín, tak vyzerá to tak, že aj tento rok budeme musieť oslavať Veľkú noc práve v kruhu rodín. Je to aj určitá výhoda. Konečne si uvedomíme a pochopíme, že oslavovať, sláviť, sláviť nedelu znamená sláviť v kruhu rodiny, byť spolu. Boží príkaz hovorí, deň pána treba svetiť. To, že kostoly sú zavreté, nemajú možné prichádzať na Svetomšu, to neznamená, že nemusíme sláviť nedelu zvlášť teraz, keď je Veľká noc, je našou povinnosťou, že môžeme to osláviť práve kruhu rodiny. Naučíme sa oslavovať a sláviť. Nie iba narodení na meniny, členov rodiny, ale vôbec sviatky cirkvi. Neviem, ako to bude ďalej, ale nemusíme sa báť, nemusíme sa obávať. Vieme, že rodina je základ církvy, je základ spoločnosti, ako sa hovorí. A práve možno ďaká týmto obmedzenia, rodina sa viac blíži, stretnú sa možno aj susedia, príbuzní a začnú znova vytvárať tie sťahy, ktoré kedysi tak pekne pracovali a fungovali. Postupne sa to stratilo. Vrátme sa však sviatku veľkej, veľkej noci. Začiatkom troj dní je Veľký piatok. Aj na veľký, ani na Veľký piatok nebudete môcť podľa všetkého prichádzať sem do chrámu, usievať kríž, a ako som chodil a chodievam po dedine, vidím, že je skoro na každej ulici kríž, kde si pri ceste, alebo vonku pri cestách. Ak budete mať možnosť a príležitosť, práve ten deň chodte k tým krížom, čo sú okolo aj v horách, zdajte úctu, aspoň sa krátko pomodlíte. A to bude najkrajší prejav Veľkého piatku. A na Veľkú noc, keď budeme sláviť skriesenie pána, tak si uvedomíme, že vlastne začiatok Veľkej noci, prvá odalosť Veľkej noci, to bola udalosť, keď ženy objavili prázdny hrob. A je to veľká symbolika. Čo si hľadám a nenachádzam? Mám zážitok straty, nedostatok. Je to určitá frustrácia, čo si hľadám a nemám. Ženy hľadali Ježiša a nenašli ho. A práve táto prázdnota, ten pocit prázdnoty môže vytvárať... <kým> I vytvárať nás túžbu, že chcem tú prázdnotu čím si naplniť. Jediný Ježiš Kristus je schopný naplniť naše túžby, vyplniť našu prázdnotu. A toto je postatný moment, momentom vzkriesenia pána. A ak si to uvedomíme, tú našu prázdnotu, priznáme sa, že čo si mi chýba a ničím nie som schopný to nahradiť, ničím nie som schopný to naplniť, tak potom môžem dúfať, že sa stretnem s Kristom. Tak ako sa stretli s Kristom ženy, Mária Magdaléna, stretli sa apoštoli, potom stretli ďalší muži, až nakoniec 5000 ľuďom sa zjavil Kristus, tak aj ja sa stretnem s Kristom, ak potom budem tu užiť. Či už v myšlienkách, modlitbe, alebo meditácii. Tiež je to také veľmi symbolické a v súčasnej dobe veľmi aktuálne. Aktuálny ten moment, keď Ján a Petr, svetý Petr, utekali k hrobu. Keď sa dozvedeli, že údajne Ježiša odniesli, alebo ukradli, alebo nevedeli, čo nevedeli presne, čo sa dialo, tak išli k hrobu sa presvedčiť. Utekali Ján aj Petr. Ján bol mladší, prišiel skôr k hrobu. Ale čo je veľmi pekné a symbolické, nevošiel do hrobu. Počkal svetého Petra počkal Petra, lebo už tedy cítil, alebo mal vo vedomí, že Peter musí mať prioritu, musí mať autoritu. A preto on počkal a počkal Petra. Aby Peter mohol povedať, ja som bol prvý, ktorý som videl prázdny hrob. Videl som a svedčím o tom. A Ján to môže potvrdiť. Keby to Ján chcel sa stať pápežom, tak určite by nedovolil Petrovi, aby prvý vošiel do hrobu, do prázdneho hrobu. To je určitá ústa úcta darovaná predstavenému. Hlava církvy. Ak v súčasnosti a v súčasnej dobe cítime, prežívame chaos a zmetok, ak vidíme, ako niekedy až tak paradoxne, ľudia sa snažia všetko, čo najskôr vidieť, čo najskôr vedieť, odfotiť a dať to na Facebook, aby, to bol, aby som ja bol prvý, aby som sa ponáhla čím skôr, aby každý uctieval mňa, aký som šikovný, tak to nie je kresťanský postoj. Práve kresťanský postoj je v tom, že dávam úctu a prednosť autorite. Autorite, ktorá si to zaslúži, ktorá, autorita, ktorá to dostala od samotného Krista. Ty si Peter a na túto skalu postavím církev. A Ján toto rešpektoval. Takto by sme mali aj my rešpektovať autoritu. Rešpektovať, pokiaľ je to pre naše dobro, pokiaľ je to v súľade s Božou vôľou. A nesnažiť sa byť lepší, byť rýchlejší, byť mudrejší než tí, ktorí na to majú vyhradené právo alebo určité predpoklady. Buďme teda pokorní, skromní, učme sa o Sv. Jána. Teraz je rok aj Sv. Jozefa, ako to Sv. Jozef vyhlásil minulý rok pred Vianocami. Aj Sv. Jozef bol pokorný a tichý, ani jedno slovo sa nezachovalo zo Svetého písma, čo by bol Jozef niečo povedal. Vôsne sa mu zjavil aniel, v osne sa mu to zjavilo a on sa to dozvedel a urobil podľa toho. Vyspal sa na to, čo mu prišlo na úm, um, čo mu núkl Duch Svetý a podľa toho konal. A tak sa stal patronom Ježíša Krista. Učme sa aj sv. Jana, aj sv. Jozefa skromnosti, pokory, jednoduchosti a tak budeme spolupracovať na diele spásy. Pochválený bude Ježiš Kristus a prajem vám krásne veľkonočné sviatky.